újabb nemzeti konzultációval erősíteni meg az egységet a választók és az ország politikai vezetése között a miniszterelnök. Erről a Kossuth Rádióban beszélt a kormányfő. 10-11 kérdés lesz majd, amit a tervek szerint feltesznek. Az M1-nek nyilatkozó szakértők úgy fogalmaztak, az izraeli-palesztin konfliktus és az orosz-ukrán háború idején kulcsfontosságú kérdésekről szólhat majd a legújabb konzultáció. Legyen egy újabb nemzeti konzultáció. Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában jelentette be, hogy egy újabb nemzeti konzultációt fog javasolni. A kormányfő úgy fogalmazott, nem babra megy a játék, komolyra fordultak a dolgok. Most is van 10-11 komoly kérdés, és az embereknek adjunk lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket. Ugye milliós nagyságrendben szoktak választ adni, ez létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, és akkor a kormány magabiztosan és kellő erőpozícióból tárgyalhat Brüsszelbe, akkor is, ha orkánszerű ellenszélben kell ezt tennie. A tervek szerint novemberben induló újabb nemzeti konzultáció keretében 13. alkalommal mondhatják el az emberek a véleményüket. A Nézőpont intézet elemzője az M1-en kifejtette, a kormányzat mindig követte a konzultáció eredményét és mindig igyekezett megvalósítani azokat. Rócsis Bálint hozzátette, az unió vezetése folyamatosan támadja Magyarországot, ezért kell a kormánynak a magyarok támogatása. A nemzeti konzultáció során az adott kérdésben, az adott ügyben a kormányzat egy plusz legitimációra, plusz támogatásra tud szert tenni. Ilyen eszközzel egyedül Európában látjuk, hogy csak a magyar kormány él. A magyar kormány vette a bátorságot ahhoz, hogy kemény kérdéseket feltegyen az állampolgároknak, és megadja nekik a lehetőséget, hogy döntsenek ezekben a kemény kérdésekben. A magyar kormány mindig is fontosnak tartotta, hogy ne csak 4 évente, hanem folyamatosan kikérje fontos ügyekben az emberek véleményét. Ezt már az Alapjogokért Központ vezető elemzője mondta. Pindrok Tamás szerint rengeteg olyan ügy van a világban, amely hatással van a magyar emberek életére, ezért is kell újra nemzeti konzultációt tartani. Olyan ügyek történnek a világban, amire választ kell adni, hogy a Magyarország hogy viszonyuljon az izraeli-palesztin konfliktushoz, hogy viszonyuljon a gazdasági problémákhoz az egész európai térségben, és az ukrán-orosz konfliktushoz is. Tehát ez egy nagyon fontos nemzeti konzultáció lesz. A nemzeti konzultáció gondolatát első körben Orbán Viktor egy 2005-ös beszédében vetette fel, majd 2010 után kormányra kerülve több ügyben is tartottak már ilyen kezdeményezést. Az emberek korábban elmondhatták már a véleményüket az alaptörvényről, a nyugdíjakról, az illegális migrációval kapcsolatban, de a rezsicsökkentésről és a brüsszeli szankciókról is.